Sziasztok, Robin vagyok, és most bemutatom a következő LEGO figura gyűjteményemet, méghozzá középkorhoz kapcsolódó figuráimat. Íme az első, vagy nem, kettesével mutatom, az a legjobb. Na, íme. Az egyiknek csak pajzsa van. Az oroszlán szívű Richardnak az egyik katonája, ő valahol megvan a kardja is. Ő ez meg a fekete, vagy nem tudom. Ő így nem nagyon tudom, hogy melyik csoporthoz tartoznak, de a régebbi kiadású lovagokat fogom most így bemutatni nektek, hogy prezentálni. Íme az egyik. Az ilyen lovagoknak hátasaik is vannak, de most azt így valahol máshol raktározom. Most csak kifejezetten a figurákra összpontosul ez a videó. Jó kis bárgya van, jó kis sisakja, és az ilyen csoportneveket nem nagyon tudom, de ezek után jönnek a farkasok. Ezek ilyen rablók. Na, fókuszálj. Nem fókuszálnak. Nézzétek oda. Így. Na, most fókuszáljatok. Ójdni. Na, látjátok, milyen jól néznek ki ezek a farkas emberek? Úgy értve, hogy banditák ezek. Na. Így van. Ezek ilyen bandita csoport, és van még két tagja, mindjárt mutatom is őket. Ő itt vannak, és ott van a farkas jel. Jaja. Ebből a figurából csak négy van, ez egy ilyen kovács, gondolom, hogy a kovácsuk. Ott van a kalapács kezében. Igen, hát az már el is tölt, se baj. Na, van két figura, ez egy hölgyemény lenne, nyaklánccal, és egy varázsló, ami szerintem tök jól néz ki, még egy ilyen tarisznyája is van ott az övénél. Ezt ide rakom, ezt ide, és most jönnek ugye ilyen különleges figurák, méghozzá az erdei harcosok. Ez vegyétek úgy, mintha a Robin Hoodnak az embereit látnátok. Nyilak és íjakkal. Bár nem tudom, hogy ezek meg fognak-e tudni állni, de azért megpróbálkozok velük. Így van. Ja. Igen, és van még kettő. De jól néznek ki, nekem nagyon tetszenek ezek. Nézzük csak meg. Aha. Tudnak állni, vagy legalábbis megtámasztotta az egyik a másikat. Van még kettő ebből, úgyhogy ez már hat, igen, hat ilyen erdei harcos, vagy Robin Hood embereit is lehet mondani. És az utolsó ebben a bemutató videóban, nézzétek, ennek ilyen láncsája is van. Hát szia, szia! Jól nézel ki. Na, íme. És ez lenne így az első csoport a középkori figuragyűjteményemnek. Remélem tetszett nektek így ez a bemutató videó. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra. Sziasztok!